2049 diák és tanáraik énekelték közösen a már jól ismert ballagási dalokat és a himnuszt a Városház téren, közösen vettek búcsút a középiskolai évektől. A végzősök nevében a Vasvári Pál Gimnázium tanulója Schmidt Sára köszönt el tanáraiktól az élményekben gazdag 4 évtől. Mert ennek a városnak sikerült különböző iskolák diákjaiból egy kis közösséget kovácsolnia. A diáknak otthonak, a diák párbajnak, az idén már harmadszorra megrendezett versünnepnek, és az Ádámok és Évák ünnepének köszönhetően újabb és újabb barátságok születtek. Olyan emberekkel ismerkedhetünk meg, akikkel ezen programok nélkül lehet, hogy sohasem kezdünk el beszélgetni egymással. Most viszont mindannyian itt vagyunk, és egy egész város ránk figyel. Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András köszöntötte a város nevében a maturálókat. Személyes élményeket szeretnék megköszönni nektek. Úgy fogalmazott, Székesfehérvár büszke diákjaira, és visszavárja ezt a generációt is. Ez a város diákváros, ez a város iskolaváros, és ez a város büszke a diákjaira, a ballagó diákjaira is. Sok sikert kíván nekik az utukon, de vissza is várja őket Székesfehérvárra, és azt szeretné, hogy ebből minél több diák itt is alapítson majd családot, itt kezdje el a nagybetűs életet, és legyen mindig is székesfehérvári. 19 fehérvári középiskola 81 osztálya hagyta hát a mögött a középiskolás éveket. Egy feladatuk azonban még hátra van. Hétfő reggel kezdetét veszi az érettségi időszak. Először magyar nyelv és irodalomból kell bizonyítaniuk.